Sziasztok, fiúk, lányok, üdvözöllek benneteket, én Nivek vagyok. Hamarosan véget ér a szezon, 17 nap múlva új szezon veszi kezdetét. De ez nem csak ezért érdekes, hiszen ilyenkor mindig egy új frissítés érkezik a játékba. Mi lesz benne? Nem tudhatjuk pontosan. Viszont elgondolkodtam azon, mi lenne az a 10 dolog, amitől sokkal jobb lehetne a játék. Az első ilyen az a trophy roadot érinti. Hogyha megnézitek, ti is látjátok, hogy 14500-nál megáll a móka. Szerintem ez nem ideális, hiszen rengeteg új brawler van, sokkal magasabb kupákat is könnyebb elérni, ezért az lenne a legfontosabb talán, hogy ezt a felületet teljesen átszabják. Tehát újabb jutalmakat bevezetni itt a szélén, 15, 16, 17, 18 ezer kupánál, egészen 20 ezerig, lehetne akár egy újabb megabox minden ezer kupánál, lehetne fejlesztési pontokat szerezni. Ezen kívül pedig 10 ezer kupára, vagy 9 ezerre egy újabb brawlert is beletennék a játékba, hogy aki kisebb kupán van is, jobban megérje nektek fölmenni legalább 10 ezer kupáig. Jelenleg a kluboknak sem a legjobb a szerepe. Értem, hogy van rangsor, el lehet jutni egy szintre, de nincs meg az a motiváció, nagyon sokan nem is vagytok klubba. Ezen változtatnék. Bevezetném a Clash Royale-hoz hasonlatosan ide is a klán háborúkat, amiben minden klubtag részt tudna venni. Ebben szerezhetnénk egyedi jutalmakat, akár egy klán chestet el tudnék képzelni, ami valamelyest más összetételű lenne. A harmadik ilyen probléma a Brawl Pass-t érinti. Amint látjátok és végigértek a Brawl Pass-en a 60-as tírig, utána a Big Box-ok következnek. Ezzel én nem értek egyet, annyira nem éri meg ezeket a Big Box-okat farmolni, persze azért nem rossz dolog, de én ezt megváltoztatnám. Behoznám a játékba a szerencsekereket, itt lehetne pörgetni a játékon belül különböző jutalmakat. Lehetne itt coinról beszélni, vagy akár Brawl Big Megaboxokról, vagy esetleg gemet is lehetne így szerezni. És ha már itt vagyunk a Brawl Pass-nél, a következő remélhetőleg bejövő változtatás a játékba az a questeknél lesz. Ugyanis jelenleg a questeknél nem tudsz cserélgetni. Tehát muszáj azt az adott küldetést megcsinálnod, amit a játék ad neked. Ezen abban változtatnék, hogy ide tennék egy kis piros X-et a küldetéseknél, és naponta egyet akár ingyen is el lehetne skippelni. Ha pedig többet szeretnél skippelni, mert nem akarsz mondjuk 10 vint menni Shellyvel, akkor akár kétszer is meg tudnád tenni, második esetben persze gemért, de így tudnád őket váltogatni. Nagyon zavaró továbbá a sok noob ellenfél, hiszen kit ne zavarna, amikor olyanokkal kell játszanod, akikkel te nem szeretnél. Erre nagyon jó megoldás lenne egy úgynevezett report rendszer bevezetése, amely által a Supercell, hogyha ti reportoltok bizonyos játékosokat, tehát bejelentitek őket, akkor a Supercell képes lenne felülvizsgálni, hogy ti kit küldtetek be, és hogyha tényleg azt látják, hogy direkt rosszul játszik, vagy direkt bénázik, akkor megbüntetni. Én nem arra gondolok, hogy a játéktól elvegye a kedvet. Inkább olyan büntetésre gondolok, hogy egy napig nem tudsz a play gombra nyomni, elvenni a tokeneket, amiket összeszedtél, tehát nullától indulna a számláló, ilyen kisebb büntetéseket szerintem lehetne alkalmazni. A következő elem talán már érkezőben is van, úgyhogy mire beszélek róla, talán egy héten belül kiderül mi lesz, mert erről hallottam, hogy tervezik. Tehát emotokat ugye tudtok küldeni a chatben a játék előtt. De mi van a meccsekkel? Ugye a meccsekben nem tudtok emóttal beszélgetni, nem tudtok kommunikálni, egyedül a pörgés az, ami egy elfogadott jelnek számít showdownban, de ugye a játékon belül semmi jelentősége nincsen egyelőre. Erre lenne jó az emótok bevezetése, ugyanúgy, mint a Clash Royale-ban itt is tudnál emótokat használni. És akkor így tudnál kommunikálni vagy a csapattársaiddal, vagy akár az ellenfeleidet is tudnád szivatni, szóval elég nagy móka lenne egy ilyennek a megfontolása, remélem ezt is hamarosan beleteszik a játékba. A másik az pedig a matchmakingnek az igazságtalansága. Ezt most csak így példaként hozom ezt a meccset, itt megnézitek a szinteket 6-os, 6-os, 5-ös, a 9, 5-ös és 7-es ellen. Én nem gondolom ezt igazságosnak annak ellenére sem, hogy nagyjából egy kupából válogat a játék, mert én úgy csinálnám inkább, hogy oké, figyeljük a kupát, csináljuk így a matchmakinget, hogy kupa szerint ilyen 3-20-3-30 körülieket dob be mellém, de
Másodlagos tényezőként a power levelt is figyelném. Tehát ha náluk van egy 9-es, egy 5-ös és 7-es, tehát ez így nem az igazi szerintem. Inkább úgy csinálnám, hogy átlagot vonnék. Tehát körülbelül 6-osok lennének mindenki, aki játszik, és aki pedig 9-esen van a 300 kupán, az 9-eseket fog nagyjából kapni maga ellen. És hát innen az alsó sarokból bizony nekem hiányzik a Star Token. Mert így jelen pillanatban nem vagy motiválva annyira a játékban. Régen, amikor két helyre gyűjtöttél egyszerre, oké, gyűlt a token, nagyon király, tudtad a pici boxba tenni a brawl boxba, az király volt. De mellette ugye, amint kijött egy új pálya, itt tudtad gyűjteni. Mindig. Hogy legyen az új pályáknak is értelme, hogy mindig próbáld ki az új pályákat is. A jelenlegi rendszer ezt nem támogatja, tehát én nem vagyok arra rákötelezve, hogy mit tudom én, ha hétig nem kapok bounty questet, akkor nem bountyzok azon a héten. Régen ugye minden nap megnéztem minden pályát, ide gyűjtöttem bele szépen a big boxba, és szerintem ez ebből a szempontból jobb volt, mint így. Nagyon sok játékos van, aki úgy érzi, hogy mindent elért, minden karakterem maxos, megvan az összes gadget, star power, tehát hogy már nem tudsz hova fejlődni a játékban. Az ő esetükre én azt a megoldást tudnám javasolni, hogy csak azoknak, akiknek minden karaktere maxos. A shopban időnként elhelyeznék egy-egy offert, főleg coinos offert, tehát például 10 000 coinért megvehetsz egy skint. Tehát, hogy ne csak Star Pointért tudsz skint venni, hanem hogyha elegendő coinod van, és kellően maxos a karaktered, akkor ezeket a skineket így is meg tudsz szerezni, és ne csak gyűjtögesd a pénzt üresen. A következő probléma szerintem nem mindenkit érint, de akit igen, az nagyon bosszant. Ez főként a klánvezetőkre vonatkozik. Ugye jelenleg a játékban vagy open, invite only, vagy closed típus van. A zártan ugye nem tud senki jelentkezni. Az open-nél bárki be tud lépni, akinek megvan a kupája, az invite only-nál pedig el kell küldeni a jelentkezést. Az a baj ezzel az invite only-val, hogyha tele van egy klán, tegyük azt most az enyém 100/100-on van, az invite only módba továbbra is lehet küldeni a jelentkezéseket, de a játékban azt megcsinálnám, hogy invite only-nál is, hogyha 100-ra telik egy klub, akkor nem lehet jelentkezni. Mert így mindig át kell raknom closed-ra, hogyha megtelik. Ha megint lesz hely, akkor megint invite only-ra kell. Ha megint megtelik, megint closed-ra, tehát ez engem eléggé bosszant, nem tudom miért egyébként. Szeretném, hogy ezt megcsinálják a játékban. Hogyha vannak ötleteitek, mivel lehetne még jobb a játék, írjátok le kommentben, mert nagyon kíváncsi vagyok. Remélem a Supercellnél sem alszanak, nem tétlenkednek, és a következő update-ben az ötleteim közül párat láthatunk már. Vagy ha nem, a közeljövőben megfontolják, és elkezdik fokozatosan ezeket az újításokat bevezetni, mert ha ezt mindet megcsinálnák, amit itt felsoroltam, akkor még egy szintet léphetne felfelé a játék. Remélem tetszett nektek ez a kis videó, hamarosan jelentkezem, srácok, úgyhogy hatalmas pacsi, és csapassátok a feliratkozást, ha még nem tettétek volna. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!